Őrmester úr! Őrmester úr! A 14-esben a fogolynak fegyvere van. Mióta szolgálsz nálunk? 2 napja, uram. Akkor már értem. Te csak ne aggódj miatta. Azzal a fadarabbal nem bántad senkit. Csak az van neki. Több mint egy éven át faragta. Nem volt könnyű, de jól megcsinálta. Már 3 éve gyakorol azzal a pisztolyjal a cellájában. Ja, ilyen nappal csak azt csinálja. Valaki nagyon a begyében lehet. És holnap szabadul. Kájó a 14-es, uram. Küldje be! Nos, Kajua, ön mától szabad ember. Hát nem kár, hogy valaki ennyi időt töltsön egyedül egy cellában? Őszinte remélem, hogy nem látom itt viszont. Nagyon elegem van már ezekből az üres szónoklatokból. Minél többször mondom el, annál inkább rá kell jönnöm, hogy teljesen hiába való erőfeszítés ez az egész. Mindig visszajönnek. Sajnálom, Bill. Azt nem viheti el. A szabályzat tiltja. Bill, ne nehezteljen. A bosszú csak elvakít. Bennem nincsenek érzelmek. Egyedül talán utálat. Montgomery Ford, Mihály Győző. 1000 pofon ajándéka. Bud Spencer, Kránic Lajos. További magyar hangok. Balázsi Gyula, Kőszegi Ákos, Melis Gábor, Úri István, Holnándor, Kun Vilmos, Németh Gábor, Breyer Zoltán, Botár Endre, Csúlya Imre. Zenéjét szerezte Francesco Lavagnino. Fényképezte Sergio D'Offici. Írta és rendezte Tonino Cervi.
Kajua! Egy barátod üzenetét hoztuk. Kitűnő ez a pisztoly. Feltétlenül rendelnem kell még belőle. Vártalak, Bill. 5 teljes éve. Most már vége van. 5 hosszú év, de már vége. Itt minden csupa mocsok. Évek óta nem járt nálam senki. Megvan még? Mire odaértem hozzád, téged éppen akkor vittek el. Igen, itt van az egész, emiatt ne aggódj. Gondolom Elfégót keresed. Már hallottam is felül. Gondolom, hiába próbálnálak rábeszélni, hogy hagyd őt békén, fogd a pénzed és csak tűnj el innen. Ugye? Talán igazad van. De nem lesz könnyű dolgod, az már biztos. Itt minden megváltozott. Az beszélik, hogy Elfégó most Nevadában van. Ott hagyta a régi bandáját és csatlakozott a komancserókhoz, akik már évek óta menekülnek a szövetségiek elől. Összegyűjtött ott mindenféle bűnöző, dezertőrt, az egész világ söpredékét. Félelmetes bandája van. Félelmetes. A polgárőrség már évek óta próbálja szétverni őket, de esélyük sincs rá. És Bannister sheriff? Golyót kapott 2,5 évvel ezelőtt. Szükségem lenne néhány fegyveresre. Igazi fegyveresre. Hát... Ott van például Morales. Fekete Morales. Azt hiszem, nem értesz engem. Én olyan embereket keresek, akik ölni is tudnak. Ide hallgass, Bill. Mióta véget ért a háború, sok minden megváltozott. A legtöbb ember már nem tért vissza ide. Meghaltak, vagy máshová mentek. Ki akarna ilyen szegény vidéken maradni? Azok, akik túlélték a háborút, nyugatra mentek. Nem tudok már senkit. Várjál csak! Esetleg Francis Colt Moran. Ebelinben van. És Jeff Milton. Úgy hallottam, sheriffként dolgozik Montanában. Bunny Fox. Őt persze nem ismerheted. Fiatal, de jól bánik a fegyverrel. És O'Banion.
Készen vagyok, uram. Kicsit idegesít a borotva. Értem. Remek! Na és kész a fürdő? Igen, uram, természetesen. Jöjjön. Én egy szakállos embert keresek. Jó nagy darab ember. Mennyire nagy, uram? Akit én keresek, az nagyon nagy. A neve Obenyön. Ó, tehát őt, uram. Igen. Hol van? Nos, uram, jelenleg azt hiszem, el van foglalva. Kívánja megvárni? Tedd le a bögrét, szép lassan. Szép lassan. Nehezen vetted észre a tüzet. Jó hideg van. Ettől általában kicsit ideges leszek. Úgyhogy ne próbálkozz semmi buta trükkel, he? Nem akarlak megölni, mert kíváncsi természetű vagyok. Miért követsz engem? Mozdíthatom a kezem. Csak egy kicsi, és lassan. Ez itt $5,000. Volna egy munka számodra. Ha kész, kapsz még 5,000-et. Kérsz? Thank you.
Hol van a sheriff? Oda fent van. Kávét csinál. Miben segíthetek? Nos, miben segíthetek? Ez itt $5,000. Ha megvan a munka, még $5,000 jár. Túl sok. Ez két dolgot jelenthet. Vagy nagyon veszélyes, vagy törvényellenes. Á, szép csendes életem van itt. Én nem kockáztatok. Az lehet, hogy veszélyes, de nem törvényellenes. Te lennél az, aki kiállt Jeffries ellen El Pasóban? És lekapta Gettyéket egyetlen pisztollyal? Menjünk innen, Kajó. Látod, hogy nem akar jönni. Rendben van. Egyébként is. Egy kis testmozgás jót fog tenni. Kezdtem berozsdásodni. Ezt a vacakot is hozod? Ez a vacak, ahogy te hívod. Már 20 éve életben tart engem. Remélem, ezt az unokáim is tudni fogják. Mindjárt megyek. Gyere ki onnan! Emeld fel a jobbot! A rám ruházott hatalomnál fogva ezennel kineveznek sheriffnek. Mindig is sheriff akartam lenni. Gyerekkorom óta. Ő
Örülök, hogy tetszem. Remek. Bunny Fox? Igen, mi van? Az ott 5000 dollár. Még 5000-et kapsz, ha kész a munka. Akkor viszlát. Drágám, ne menj el még. Azt mondtad, tetszem neked. Ez így is van. És ezt ne felejtsd el. Elmondja, miről van szó? 10000 dollárhoz nincs szükség semmilyen magyarázatra. Mi a probléma? Francis Colt Morant keresem. Kártyázik. Kártyázik, és nem szeret veszíteni. Ha vesztésre áll, akkor csal. Ha csal, azt meg egyesek igen zokon veszik. Ha akadékoskodnak, akkor meg elszabadul a pokol. És ha elszabadul a pokol, akkor... Sheriff, mi a csodát művel? Beszédet mond nekünk. Oda bent van, és ott is marad 5 hónapig. Öt, 10, 15, 20, 100 dollár. Baj van ezzel a börtönnel. Nem biztonságos. Már szóltam a polgármesternek legalább 100-szor, hogy új börtönt kell építeni. De hát olyan, mintha csak a falnak beszélnék. Ez a régi börtön már használhatatlan. Mondhatok én ezeknek akármit. Ki akarsz jönni? Miért ne? Köszönöm, barátaim, hogy kiszabadítottatok. De most nem mozduljatok, ha szabad ilyet kérnem. Gia! Hé, kapjuk el! Ne, hadd menjen! Tudom, hol keressük.
mászó. Full. Hossz újra. Kiszállok. 50. Legyen 100. Nekem mennem kell. Tartom. Ez nekem túl sok. Szerintem jobb, ha most elmegy, hölgyem. Miért? 2 kérek. Az osztó 3 kér. Kezd nagyon forró lenni a hangulat. Azt hiszem, értem. Semmi gond! Csak maradjatok nyugton, fiam! Nincs semmi esélyed. Túl sokan vagyunk. Ebből hogy mászol ki egyedül, Moren? Érdekes, én is ezen gondolkodtam. Magának látnia kellett. Hogy kezdődött? Kutya legyek, ha meg tudom mondani. Túl hirtelen történt. De azt megmondhatom neked, Clay. Hálát adok az égnek, hogy saját szememmel láthattam. Sajnálhatod, hogy te nem. És ismeri a fickókat? Na, hogy ismerem. Az a kalapos Jeff Milton. Mellette pedig Francis Colt Moran. Aztán pedig Bunny Fox. Végül pedig, de semmiképp nem utolsó sorban, Ovenyön. Úgy tűnik, minden tisztázódott. Önök szabadon elhagyhatják a várost. Gyere, Frank, itt nincs szükség ránk.
Mit is mondhatnék? Köszönöm. Szívesen. De nem ezért jöttünk. Ez itt $5,000. Szeretném, ha velünk jönnél. Elfégó a közelben van. Az eső elmosta a nyomaikat. Ha te csináltad volna, és most el akarnál rejtőzni, akkor merre mennél? Hát én azt hiszem, hogy én északra mennék a hegyekbe. És te? Én keletre mennék. Megpróbálnék átjutni a határon Utahba. O'Banion, mi kettel a Copa folyóhoz megyünk. A többiek pedig Carson Citybe. És találkozunk mondjuk Medigennél 3 nap múlva. Ezt most nem értem. De hát Carson City innen nyugatra van, a Copa folyó pedig délre. Ez igaz. De mit gondolsz, miért nem tudták elkapni Elfégót ilyen hosszú ideig? Nem azért, mert annyira erős. De gógyia az van. Mert te ugye északra mennél. Te pedig inkább keletre. Ezért a barátaink valószínű, hogy vagy délre mentek, vagy nyugatra.
Hé, Kajua, ide néz! Legalább 20 lovas ment erre. Nem, ezek a nyomaik. Ezek ugyanolyanok, mint amiket én láttam. Errefelé is átmehettek. Miért pont ezek a komancserok? Azok halványabbak. Közel vannak egymáshoz. Lassan mentek. Ezek itt mélyek, távolabb egymástól. Ezek a lovak vágtattak. Azok ott csak szép lassan poroszkáltak. Ez a komancserók nyoma. Akkor meg mire várunk? Menjünk utánuk. Ők 30-an vannak, mi meg 2-en. Elmegyünk Medigenbe és megvárjuk a többieket. Hol van Elfégó? Két embert látunk a folyónál. Biztosan a nyomainkat követték. De aztán idáig már nem követtek minket, hanem más irányba mentek. Ellovagoltak Medigen poszt felé. Felismertétek őket? Nem. Az egyik nagyon nagy darab volt. Akkora, mint egy ház. A másik meg sötétebb bőrű, fekete ruhában. Tiger, és te Klaus, menjetek Medigenbe, tudjátok meg, kik ezek? Ideje lenne megborotválkoznom. Errefelé nincs borbé, uram. És kiadószoba van? Nem, kiadószoba sincsen. És legalább valami ennivaló van? Ennivaló sincsen. Na ez már tényleg sok. A táblára odakint az van írva, hogy vendéglő, vegyesbolt, borbé, szobák... Álljon már, én csak... Már rég le akartam azt venni. Nálam csak ez van. Az ára pedig $2.
Comancherok. A mindenségét. Valamit rettenetesen bűzlik. Ja, valami nagy darab állat lehet az. Ezek szerint tényleg igaz. Tudjátok, mindig azt hallottam, hogy a kövér emberek rettenetesen tudnak bőzleni. Ja. De tényleg rettenetesen. Ide figyelj, te dagad disznó. Tölts nekem viszkit. Tölts nekem! Hol van Elfégú? Beszélj, hol van? Szóval nem akarsz beszélni. Szemeim. Bill Kiowa. Elég volt. Elég volt. Meg ne öljétek őket, mert élve kellenek nekem. Van egy kis munkám a számukra. Kifelé! A térképet. Holnap reggel 10 órakor erre megy el a katonák zsoldját szállító lovaskocsi. Te és az embereid a hegyek felől fogtok támadni. Te elvágod a visszavonulás útját. Én pedig jobbról támadok. És jól jegyezzétek meg. Nem akarom, hogy egyetlen katona is életben maradjon. Egy sem. Értettétek?
elrontottad, Kiowa? Úgy látszik, te mindig elrontod. Holnap reggel megtámadunk egy katonai konvojt, és elveszünk tőlük kerek 100 000 dollárt. És mit gondolsz, kire fogjuk majd az egész balhét? Hát természetesen rád és a barátaidra. Ugyanis a konvoj mellett persze a ti nyomaitokat fogják megtalálni, és elkapnak titeket. Nálatok lesznek a pénzes zsákok. Szépen börtönbe kerülsz, és nem lesz senki sem, hogy tanúsítsa, hogy neked semmi közöd ehhez az egész rabláshoz. Nem emlékeztet ez valamire, Kiowa? Nem friss még ez az emlék, mintha ez egyszer már megtörtént volna. Kiowa, nem emlékeztet ez valamire? Miranda? Itt az áll, hogy az öreg Jefferson holnapra itt lesz a pénzzel. Nem tudtam, hogy az apád ilyen gazdag volt. Én sem tudtam. Amíg élt, nem is sejtettem. James! Örülök, hogy látlak, Bill. De hát mit csinálsz itt? Azt hittem, köröznek téged. Ez így is van, de azért csak ne aggódj. Beugrottam, hogy elbúcsúzzak, mielőtt elmegyek. Úgy tűnik, épp időben érkeztem egy kávéra. Természetesen. Még van forró a tűzhelyen. Figyelj, James! Már elég sok pénzed van. Miért nem vásárolsz egy farmot valahol, és letelepednél, amíg nem késő? Nem, én más vagyok, mint te. Én bennem nincs semmi farmer mentalitás. Csak a barátaim. Nem is rossz, pedig India. Na de... Nagyon vigyázz, hogy mit mondasz, Marino. De azért lehet, hogy igazad van. Igen, nekem is mindig tetszett ez a kis koszos indián lotyó. Soha nem tudna boldoggá tenni. Ne! Kérem, ne! Érted már? Indián nőt nem veszünk el.
Csak megszerezzük és megöljük. Gyerünk, ölj meg! Ölj meg engem is! Ne izgasd föl magad. Nekem élve van rád szükségem, ugyanis terveim vannak veled. Te most velünk jössz. Hé, nézze csak, serif! De nem is én voltam! Megölték a feleségemet! Leütöttek! Hallgasson meg! Amikor visszajöttem, mind a kettőt életben akarom találni. Világos? Élsz még, te dagad disznó. És te, kisfiú? Fáj még a kezecskéd? Fégo azt mondta, élve. Nem akarom én megölni. Hé, Comanchero! Úgy tűnik, épp időben érkeztünk. Hol vannak a többiek? Messze járhatnak innen. Holnap visszajönnek, de nem várjuk meg őket. Miért nem? Két módja van a vadászatnak. Vagy te követed a vadat, vagy hagyod, hogy kövesse. A második azért jobb, mert legalább tudod, mikor és hol találkoztok. Ezek a komancserók majdnem mind indiánok, vagy félvérek. Kemények, mint az indiánok. Jól ismerem az indiánokat. Együtt éltem velük.
A feleségem Kajoa volt. Innen van a nevem, Bill Kajoa. Azt hiszem, nem most haltak meg. Már jó ideje. Teljesen hideg. Menjetek előre! Kövessétek a nyomokat! Ezért meghalsz, Kajoa? Erre kellett, hogy menjenek. Ez friss törés.
Szorodjunk szét. Most megdolgozhattok a pénzetekért. Szürkületkor találkozunk. Viszlát. Három emberünk eltűnt a végéről. Ezért még meglakol Skyla. Will, Riley, szálljatok le és menjetek arra. Layton, Mike, Branko, fésüljétek át a terepet. Öljétek meg őket!
visszavonulás! Én csak kettőt kaptam el. Mindjárt sötét lesz. Ez még csak a kezdet volt. Most már tudja, mire megy ki a játék. Úgyhogy számít ránk. Ezért legyetek nagyon óvatosak. Jó vadászatot! Ez messze volt innen. Nem. Ezek a szemetek ismerik a trükkjeinket. Bebugyolálták a puskát. Nem volt ez több mint 70 lépés. Az egyetlen esélyünk, ha kiugrasztjuk őket. Nagyon közel vannak. Meg lesznek.
Jól vagy? Igen. Látod, $5 fizettem ezért az ingért, mégiscsak 2 évig bírta. Moreno. A saját kezemmel akartam megölni. Olyaj, rettenetesen sajnálom. Megöljük! Hiszen eltalált a golyó. Igen, persze, hogy eltalált.
Hát, úgy tűnik ennyi. Hol van Kaiwa? Elfégót üldözi. Ti már végeztetek. Ha megöl, akkor elmehet. Így már jó lesz. Megint hibázol, Bill. Nagyobbat nem is hibázhatnál. Az igazi hős, he? Az őszinte jó szívű Kaiwa. Soha sem tudtál olyan jól lőni, mint én. Nincs egy szemernyi esélyed sem. Ne beszélj, hanem lőj. És pontosan céloz. Elfelejtetted, hogy 5 évre börtönbe küldtél, James. Mit gondolsz, mit csináltam ott az 5 év alatt? Éjjel-nappal. Erről a pillanatról álmodoztam, James. Éjjel és nappal. Ezt azért a koszos kis indiánlatyóért kapod. Thank you.
Merre tartasz? Délre. Azt hiszem, mi is arra megyünk.